Hogy mi a benyomásod, slime tesztelőként. Slime-os. És hoppán, és csak! Srácok, ebben semmi nem marad. Sziasztok, skacok, én Dávid vagyok, és itt van velem Balázs és Patrik. Hello. És a Játéksziget jóvoltából egy ilyen slime-i lebet fogunk most tesztelni itt, a People Team nyári gyerektáborában, a YouTube Influencer és Vlog táborban. Na skacok, akkor ez lesz, amit tesztelünk. Nézzük meg, hogy mi van a dobozban. Hopp, egy csomó pálcika. Hoppácska. Jó, Balázs, kérlek, te is nézd meg. És akkor mit ír? Tessék, itt van a magyar nyelvű leírás. Patrik, kérlek, mondd, mit kaptunk. Kaptunk ilyen korokat, úgymond, többfajta színben. És gondolom ebből ilyen állat, hal alakú állatokat kell. Jó, értettem. Tehát, hogy ezek ugye slime alapanyagok, amikhez majd mindjárt fogunk forróvizet tölteni, ezekkel tudjuk majd elkeverni, ugye? Ezek szemek az állatokhoz, ugye? És akkor bele tudjuk... zsír. És bele tudjuk őket önteni, van egy medúza, egy kígyó és egy béka. Balázs, mi a teendőnk? Mit ír a leírás? Szükségünk lesz fémes slime-por és pohárra. Szuper, az vajon melyik lehet? Azt mondja, metallic por, ez megvan, igen. Aztán... keverőpálcára és meleg vízre. Szuper, a meleg vízre azt te hozod, én ezt beleöntöm, Patrik pedig majd fogja és elkeveri. Már csak az a kérdés, hogy ezt hogy bontjuk ki? Lehet, hogy megoldódott a probléma. Na szóval, várjál. Azt mondod, hogy előbb a forró vizet, vagy meleg vizet tegyük bele, és abba? Inkább először, igen. Nem biztos. Ott van, amit tenned kell, na. A poharat majdnem teljesen önts fel meleg víz. Tessék. Hopszika. Oké, meg vagyunk, igen, aztán? Finoman kevergesd, miközben hozzáadod a slime-port. Oké, akkor Patrik kevergeti, meg hozzáadom a slime-port. Bocsánat, ez lehet, hogy kitakarja az operatőrnek a munkásságát. Igen, kevergesd, sűrűn. Igen. De fogom. Jó. Bocsánat. Aztán még mit? Lehet túlöntöttem. Folytasd a keverést 3 percig, amíg sűrűsödni kezd. Hát akkor ezzel egy ideig el leszünk. Jó, akkor én azt mondom, hogy még csináljunk meg a többit. Ezt még így hozzáöntjük. Kicsit ragad. Patrik pedig ezt elvégzi. Kérlek, a szélén folytasd. Következő, mit tudunk még csinálni? Ha elégedett vagy a slime-oddal, vedd ki a pohárból, húzd szét, nyomd össze, gurítsd és nyújts ki a slime-od. Engedd átfolyni az ujjaid között. Majd csak kiszórod belőle, úgy látom. Igen. Hát de akkor próbáld meg befelé csinálni, Patrik. Majd helyezd a munkaterületre és figyeld meg, hogyan terül szét. Jó, az még odébb van. Készítsünk egy másikat is. Vagy tudod mit? Legyen még csak ez. Biztos, ami biztos. Közben az asztalon is képződni fog egy kis slime. Igen, így van. Már kezd valami. Igen? Még esetleg azt tudom csinálni, hogy ezzel itt így valamennyit. És csak még ezt hozzá tudjuk adni. Úgy. Sőt, még ebben is maradt egy pici. Jó. Szerintem elég is lesz. Azt mondod? Hát már így is elég. Kezdjük el. Hát de azért az még nem sűrű. Pillanatra megkaphatom? Igen. Szuper. Nézzük csak meg. Na, készítsünk el még egyet, de most figyeljünk oda az arányokra, úgyhogy legyen ez egy ilyen sötétben világító. Hát gondolom ugyanúgy kell elkészíteni. Igen. Úgyhogy most kérlek szépen óvatosan a vízzel. Na. Na, ezt pont nem tudjuk itt kinyitni. Szuper. Itt ez jó lesz. Igen, bocsánat, először akkor kell bele óvatosan. Óvatosan. Még olyan feléig, a felén egy picit tovább. Jó, állj. Én öntöm akkor a port, Patrik pedig gyakorlottan elkezdi elkavarni. Új dolgok, amiket csinálni kell, hogy a lámpával világítani kell a slime-ra pár percig. Igen, mert hogy ugye ez világító slime lesz, tehát a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy föl kell, hogy szívja magát egy kicsit. Gyerünk, gyerünk, Patrik! Várj, egy picit adod, mert olyan lassan tekergeted itt, meg kavargatod. Így né. Lehet, hogy ez híg lesz, azt mondjátok? Vagy sűrű, csak lassan alakul? Á, nem, most már jó. Ugye van egy harmadik is, arról el tudod-e addig mondani nekem, Balázs, hogy ez mit tud? Azt nem biztos, hogy most elkészítjük, mert ahhoz mintha hűtő is kellene. Aha, a harmadik az színváltós lenne. Színváltós? Színváltós slime-kor. Igen, és pedig azért már. De hogyan? Fú, de darabos lett ez, de dzsúvás. Ú, az sűrűsödik, jól látom? Ilyen pudingos. Aha, igen, itt is, hogy hűl. Jó, dzsúvás lett. Gondolom hőmérsékletre szintvel. Ó, milyen váratlan fejlemény. Na, itt akkor egy kicsit a dzsúvát arrébb rakjuk. Kell hozzá mélyhűtő. Mélyhűtőnk van? Azt szerintem akkor egy másik alkalomra tartogatjuk, de most nézzük meg, hogy ezekből mit tudtunk kihozni. Akkor Balázs, kérlek, hogy tedd ide a kezedet így, akkor megnézzük, hogy milyen lett ez a slime. Állagra légy szíves, állapítsd meg, hogy mi a benyomásod. Slime tesztelőként. Slime-os. Ragadós. Szuper, tudod-e formázni, mennyire marad a kezeden? Mutasd az operatőr felé, kérlek. Felkészül Patrik. Na kérlek, te is egy nyújtsd ki a kezedet. Ó, ez egyben van. Szerintem tudod mi a helyzet, hogy ott több volt ám a víz, amit felhasználtunk. És itt viszont sokkal jobb az arány, itt kb. A vonalig tettük. És hoppá, nézd csak! Így egyben marad. Most még Patrik ráfog egy kicsit ott a dzsúvára, és így leszedjük erről a marad. Hát gyakorlatilag, srácok, ebben semmi nem maradt, és minden. Nem is ragad. Fú, de jó. Akkor ott nagyon jól eltaláltuk az arányokat. Hát Balázs, egy kicsit megszaladt a kezed ott a víznél, ugye? Meg. Én hibám. Nem, semmi baj, hát a legjobbakkal is megesik. Esetleg nézd, csak van még itt egy kis port, bele tudod egy kicsit gyúrni, hát ha valamelyik kezeddel, az megköti, ha már ilyen sok. Ha nézem, csak én is. Aha, érdekes, érdekes. Igen, úgy, és milyen meleg még mindig, de jó. Jó, hát akkor figyelj csak, tedd le az asztalra, ezt szerintem rakjuk ebbe vissza, mert ez így jól mutat, egy kicsit kilóghat belőle, hogy így csorogjon. Ah, persze, oda tedd le, és akkor ezt meg így. Így, né? Hát srácok, nagyon szépen köszönöm a segítséget nektek, köszönöm Balázsnak és köszönöm Patriknak. Mi még itt el fogunk ezzel szórakozni, de innen jelentkeztünk a People Team nyári gyerektáborából, ez egy vlogger, youtuber, influencer tábor, és a Játékszigetnek ezúton is nagyon szépen köszönjük ezt a slime lebet, amit egyébként, ahogy látjátok, simán össze lehet rakni otthoni körülmények között. Amit nem próbáltunk ki ebben a játékban, az a színváltós slime, illetve hogy milyen állatokat lehet kirakni belőlük, majd egy másik alkalommal szerintem még ezt is pótoljuk. Ha nem tettétek volna még meg, mindenképpen iratkozzatok föl a csatornára, nyomjátok be a csengettyűcske vagy harangocska gombocskát, de megtaláltok Instagramon és Facebookon is. Sziasztok! Sziasztok! Hello. Sziasztok, skacok! Én Dávid vagyok, és itt van velem Rikó! Sziasztok! Most pedig a Zuru X-Shot regenerátort fogjuk bemutatni nektek. Hát te gyerek, te nagyon gyorsan csinálod ezt. Nem már, te egy ekkora fegyverkével kezdtünk, és megnöveltük minden irányba, ahogy csak lehet. Én ezt szerintem még nem is raktam össze így.